Egy 51 éves török szentmiklósi lakos személygépkocsival közlekedett egyik ismerősével Kenderes belterületén 2023. február 5-én a délelőtti órákban. A férfi kiszállt a gépjárműből, az ismerős mindvégig az autóban maradt, és megszólított egy idős férfit, aki az udvarában tett vett. Elmondta neki, hogy a gépkocsiban lévő láncfűrészeket és késkészletet nem kívánják magukkal vinni Svájcba, ezért ajándékként felajánlotta azokat a szépkorúnak. A sértett elhárította az ingyenes ajánlatot, ekkor a gyanúsított felajánlotta, hogy 180 ezer forintért megvásárolhatja azokat. A férfi a szerszámokat bevitte az idős férfi lakóházának folyosójára. A sértett közölte, hogy nem él a vásárlási lehetőséggel, azonban átadott a gyanúsítottnak 13 ezer forintot, hogy megőrzi a gépeket, míg vissza nem tér a férfi külföldről. A jogsértő keveselte a megőrzésért felajánlott összeget, és még 10 ezer forintot kért a nyugdíjastól, aki elővette a dobozban tárolt spórolt pénzét. A gyanúsított kikapta a nyugdíjas összekuporgatott 900 ezer forintját a dobozból, kiszaladt a házból, beült a gépjárműbe, majd a bűncselekmény helyszínéről elhajtott. Bejelentést követően a rendőrök adatot gyűjtöttek, szemlét végeztek, kamerafelvételeket elemeztek és tanúkat hallgattak ki. Az eljárási cselekmény sorában váratlan fordulat következett, hiszen a gyanúsított feladta magát a karcagi rendőrkapitányságon. A férfit kifosztás büntet elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták. A terhelt elmondta, hogy már a bűncselekmény megvalósítását követően tudta, hogy rossz döntést hozott, ezért néhány nap után úgy gondolta, hogy feladja magát a rendőrségem. A döntés meghozatalát segítette, hogy szembesült a rendőrségi honlapon megjelent körözésével. Szerencsére az eltulajdonított pénzösszeget hiánytalanul le tudták foglalni a nyomozók, így az átadáskor a 89 éves sértett öröme a nyomozók szemébe is könnyeket csalt. A karcagi rendőrkapitányság kifosztás büntet elkövetése miatt folytat eljárást.